Mindenki Akadémiája színpadán ma este Takács Barnabás, virtuális valóságkutató. Üdvözlök mindenkit, Takács Barnabás vagyok, virtuális valóságkutató. Gyerekkorom óta érdekelt a számítógépes grafika világa és így a virtuális valóság is. 17 éve van módunk foglalkozni ezzel. Takács Barnabás virtuális valóságszakértő. Filmes produkciókban grafikusként kezdte felfedezni és alakítani a virtuális valóságot. Gyerekeinek már teljesen természetes, ha a virtuális környezet veszi őket körül. Két kislányom és egy kisfiam van, mindegyik iskoláskorú vagy óvodáskorú. Számukra a virtuális valóság az nem virtuális, hanem valóság. Az összes produkciónak a végeredményet, például ezeket a virtuális valósági videókat kipróbálják, megnézik, megélik. Sőt, annyira ragályos tulajdonképpen az az érzés, hogy körbenézhetek, hogy egy hagyományos családi videó, hogyha rosszul komponáltak, megpróbálják az újukkal korrigálni. Bár videójátékokra nem sok időt fordít, de van, hogy gyerekeinek saját maga készít virtuális játékokat. Jó magam, nem sok számítógépes játékot használok. Az új technológiákat mindenképp kipróbálom. Néha a gyerekeimnek készítek virtuális valóság vagy kiterjesztett valóság cicát, macskát, dolgokat, amikkel játszhatnak egyszerű interakcióban. Igaz, valódi macskája viszont nincs a családnak. Takács Barnabás számára a virtuális valóság létrehozása egy új művészeti eszköz, korszerű kifejezési forma. A számítógépek a programozás általában egy korlátlan lehetőséget ad annak a kezében, tehát mi így alkotunk, így festünk. És ez a világ, amit létrehozunk, az csak a saját korlátainkon és a limitációkon múlik. Tehát számomra ez egy kifejezési eszköz volt. Takács Barnabás kutatómérnökként is azon dolgozik, hogy az egyszerű felhasználók is megtanulhassák, hogyan lehet létrehozni és értelmezni a virtuális valóságot. Azt a világot, amelynek csak a fantázia szab határt. A virtuális, illetve a kiterjesztett valóság manapság egyfajta reneszánszát éli a világban, és különösen sokat lehet erről hallani. Egy olyan jövőben mutató technológia, ami életünk szerves részét fogja képezni a következő évtizedben. A virtuális valóság létrehozása tulajdonképpen egy speciális filmkészítési technika. Akár egy autóverseny, akár egy zenei produkció, vagy éppen egy szálloda bemutatása ezzel a technikával teljesen új értelmet nyer. Hagyományosan a virtuális valóságot háromdimenziós modellekkel, például a repülőgépiparban, az autógyártásban, nyilván katonai alkalmazásokban használták. Elsősorban azért, mert ez egy drága technológia volt. Manapság a publikum számára leginkább és leggyakrabban arról lehet hallani, hogy 360 fokos videókat, úgynevezett szférikus filmeket készítünk, ahol a háromdimenziós modellek helyett hasonlóan, mint egy normál kamerával, egyszerűen felvesszük ezt a teret, azzal a különbséggel, hogy egyszerre minden irányban lehet látni, és a néző, amerre forgatja a fejét, ezt éli meg. Takács Barnabás és csapata ma már olyan eszközökkel készíti ezeket a filmeket, amelyek bárki számára elérhetőek. A 360 fokos képet adó klippek egyre népszerűbbek a felhasználók körében. A virtuális valóság filmforgatás lényegében sok kicsi kamerát használ, hasonlóan egy normál kamerához, egy akciókamerát használunk, csak egyszerre több darabot szerelünk fel, úgyhogy a teljes gömböt lefedje, mindegyik egy bizonyos látószöggel. Függően attól, hogy mekkora helyen dolgozunk és mi a végterméknek az elvárása, ez lehet 4 kamera, lehet mondjuk egy víz alatti tokban tipikusan 6 kamera. Hényel Ágoston projektvezető éppen a legújabb munkájukat magyarázza. Szerinte a virtuális valóság a filmes alkotókat is egy teljesen új gondolkodásmódra sarkalja. Pár projekt után már áll az ember agya, hogy olyat kell javasolni, hogy igenis 360 fokban mindent látunk. Tehát ez izgalmas legyen egy felhasználónak, hogy nem feltétlenül csak előrefelé néz, hanem a mozgások, az egyes jelenetek azok izgalmasak legyenek mindenfelé, tehát körbe a felhasználó körül. Takács Barnabás azt mondja, nincs azzal probléma, ha a virtuális valóságot szórakozásként fogják fel az emberek. A szórakoztatás egy fontos része az életnek, ahhoz, hogy normális életet éljünk. Valójában még amikor orvosi alkalmazásokról van szó, akkor is egyfajta szórakoztatásként éljük ezt meg. Például tipikusan a Semmelweis Egyetemen 15 éve foglalkozunk ezzel a témával. Mondjuk egy depressziós beteg, vagy valamiféle fóbiák kezelésénél rendelkező beteg igazából el akar feledkezni a valóságáról, tehát behelyezzük egy olyan világban, ahol eleinte csak relaxál és jól érzi magát, hogy feladatokat adunk neki. A virtuális valóságnak a szórakoztatás mellett nagy szerepe lesz a jövőben különböző terápiákban, vagy bonyolult oktatási folyamatokban.
A pódiumon Takács Barnabás virtuális valóságkutató, és témája a virtuális valóság, mint tömegcikk. A virtuális és kiterjesztett valóság két olyan fogalom, amiről nagyon gyakran hallunk manapság. A fiatalok talán inkább, de a lényege az az, hogy egy nézőt olyan élethelyzetbe csöppentünk bele, mintha ott jelen lenne, és olyan feladatokat adunk neki, amit egyébként nem is csinálhatna meg a valós életben. Az, ami nagyon furcsa mindenki számára, és talán meglepő, hogy a virtuális valóság valójában nem egy új fogalom, hanem közel 50 éve velünk van. Valahol a szimulációval kezdődött a történet. Repülőgép szimulátorokról mindenki hallott. 1929-ben épült az első ilyen szimulátor, egy ilyen kék kis repülőgép szimulátor, ami technikailag még nem igazán virtuális valóság, de ez az a műfaj, ami megteremtette a számítógépes grafikának azt az irányát, amit később ma virtuális valóságnak hívunk. Maga a virtuális valóság egy fejhez erősített szemüveg, ami egy monitor, tehát a nagy tévét a fejemhez erősíteném, azt is virtuális valóságnak hívnánk, azzal a különbséggel, hogy amikor elfordulok, akkor valahogy a világ egy-egy szeletét látom, ahogy az életben is. Ez az első virtuális valóság szemüveg 1968-ból, a technológia lényegében ma is ugyanígy néz ki, csak az, hogy mit teszek a szemem elé, és milyen optikával ez változott. Ez a 48 év arról szól elsősorban, hogy a hardware, tehát a számítógép és a hozzávaló szoftver az nagyon drága, és csak olyan kutatási projektek és olyan katonai projektek férnek hozzá, akik ezt meg tudják engedni önmaguknak. Ebben a 48 évben ezért nem éli el az igazi fogyasztót, és szükséges valami, amit killer application-nek hívunk, ami túllép ezeken a labor körülményeken, és eljut az átlag emberhez. Ebből az utolsó 25 év, például az első kév, ami egy körbevetített szoba tulajdonképpen, ahol nem szemüvegben, hanem így körünk vetített térben éljük meg a valóságot, ez csak 1992-ben jött létre. Nagyon sokáig a technológiát, ezért csak ipari, katonai alkalmazásokban, tudományos vizualizációban és számítógépes tervezésben használták, ezt hívják CAD-nek más szavakkal. A virtuális valóság működési elve lényegében nagyon egyszerű. Tehát van a számítógépek által valamilyen módon létrehozott környezet, amiben becsöppentem a nézőt. A felhasználó ezt az interaktív környezetet éli meg, és az ő interakciói változtatják, hogy mit lát. Tehát hasonlít egy kicsit a számítógépes játékokhoz, csak nem monitoron nézem. Ez az interakció nagyon fontos része a feladatnak. Tipikusan az első asszociációnk ez a fejre erősített szemüveg, amit gyakran látunk itt a példában is. A lényeg viszont, amit mi zárt láncú interakciónak tekintünk, tehát az azt jelenti, hogy folyamatosan mérem a résztvevőnek a fiziológiáját, a különböző dolgait, és ennek alapján változtatom, hogy mit lát. Ezáltal válik ez a folyamatos befolyásolás eszközévé, de jó értelemben véve, ami egyedi és minden alkalommal más élményt fog teremteni, tehát egy virtuális valóság élményt nem lehet kétszer ugyanúgy megnézni, ahogy a Dunába sem lehet szárazlábbal kétszer belépnünk. A kiterjesztett valóság és a virtuális valóság manapság egy kicsit összemosott fogalom, tehát ha 10 évvel ezelőtt tartom ezt az előadást, mást definiáltam volna, ez a kettő ma a köznyelvben mindenképp összekapcsolódik. A kiterjesztett valóság szintén egy számítógépes környezet, azzal a különbséggel, hogy a háttérképnek egy valós kamera képét használjuk, tehát például a mobiltelefonomnak a képét használhatom arra, hogy magam elé tartva megjelenik nekem a világ egy szelete, de mögötte látom azt is, hogy az a háromdimenziós modell micsoda. Itt a példákban, ezt angolul augmented reality-nek, tehát kiterjesztett valóságnak hívja, a számítógép vagy a mobiltelefonom lényegében egy képet felismer, ennek alapján kiszámolja, hogy hogyan néz neki ez a háromdimenziós elem, itt egy szem, vagy egy szív, és ezt a kamera képe elé odavetítve, mint egyfajta speciális effektust, mindenki számára elérhető speciális effektust megmutatja nekem. Ennek az az előnye, hogy mintha ez a 3D modell ráilleszkedne a valós világra, körüljárhatom, ezt a szívet minden irányból megnézhetem, vagy azt a szemet, és ezáltal az eszköz mozgásával felfedezhetem ezt a teret, mintha jelen lenne itt velünk együtt. Az, hogy hogyan és mit hozunk létre, és milyen módon mutatjuk ezt meg a nézőnek, ettől válik a virtuális valóság különböző szegmensekre, ettől szeparálható. Alapvetően három megoldás van, az első az a háromdimenziós modellek, ami a film és a játékiparból igen jól ismert technológia. Pontokból és veszőcskékből felszíneket építünk, és a számítógép kiszámolja, hogy a fény pontosan hogyan pattog rajta ide-oda, a végén eljut a szemükben. Ez az egyik nagyon jól ismert technológia. Ennek az az elsődleges hátránya, hogy ahhoz, hogy jól nézzen ki és úgy nézzen ki, mint az igazi élet, nagyon sok időbe, nagyon sok szakértelembe és ebből következően nagyon sok pénzbe is kerül, tehát számos felhasználásban nem igazán alkalmas. A második megoldás, amit sokszor használunk, az az úgynevezett 360 fokos filmezés vagy videó technológia.
lényegében pontosan ugyanúgy működik, mint bármelyik kamera itt a teremben, azzal a különbséggel, hogy sok-sok pici kamerát gyúrunk egybe, minden irányba néznek ezek a kamerák, és ebből egy gömbfilmet hozunk tulajdonképpen létre a produkció végén. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy kiterített földgömböt, tehát az északi sark és a déli sark ilyen nagyban látszik, és ezeken a videókon ezt visszanyomjuk egy gömbre, aminek a fejét, a néző fejét középre tesszük, amikor a virtuális valóságban forog, akkor ennek a videónak éppen azt a szeletét látja, amerre néz. És pontosan ez az a lehetőség, ami a filmezési technikákat előnyben részesíti a 3D modellezéssel. A harmadik megoldás értelemszerűen ezeknek a keveredése, tehát amikor a videó adta előnyöket, keverjük a háromdimenziós modell adta lehetőségekkel. Például a videó egy-egy részét interaktívá tesszük, elrugok egy virtuális labdát, de a valós, a filmben levő ablak fog mondjuk kitörni. Ennek a három eszköznek a keveredésével gyakorlatilag olyan élményeket hozhatunk létre, ami eddig soha nem volt lehetséges. Ami ezt létrehozta, és ami miatt erről ma érdemes beszélni, az a számítógépes grafika és a mobil eszközöknek a forradalma. A virtuális világok ennek egy fontos része, amit ugye a játék és a filmiparból évtizedek óta ismerünk, és Magyarországon is nagyon sok cég műveli. Tehát ezek az eszközök eljutottak hozzánk átlag emberekhez és kis cégekhez. Egy fontos része ezeknek a világoknak azonban a virtuális emberek, hiszen egy üres térben nincsen interakció és nincsenek érzelmek, ezért ki kellett találni egy olyan technológiát, hogy hogyan fogjuk ezeket az érzelmeket kommunikálni, de még mindig digitálisan létrehozva. Van a harmadik eleme a panorámikus videó, de ugye egy igazi térben nem nagyon érdemes megfordulni. A hagyományos kompozíciós elvekben nincs okom, hogy megforduljak, mert a rendező megmutatja nekem. Tehát fontos az, hogy háromdimenziós hangban halljam, hogy valami mögöttem van, és ezáltal kételjek megfordulni. Ezt hívják háromdimenziós hangnak. Technikailag ezt úgy szoktuk megvalósítani, hogy egy nagy fejhallgatót az emberek fejére teszünk, és úgy sokkal könnyebben tudjuk, ezt hívják binaurális, tehát kétfülű audiónak. Ha mindezeket összetesszük, ez a forradalom ahhoz vezet, hogy a néző nem tudja eldönteni, hogy valós térben van-e, vagy virtuális térben, és a harmadik eleme ennek, hogy ha nem szemüvegben éli meg, akkor ugye ilyen sok vetítővel olyan teret is létrehozunk, ahol nem feltétlenül érezzük azt, hogy be vagyunk zárva egy szűk világba. Ezt hívják több vetítős technológiáknak. A 360 fokos panorámikus videó az gyakorlatilag ma egyenlő a virtuális valóság forgatással. Körülbelül így néz ki, a kamerák mindig a nézőnek a helyét helyettesítik, a bal oldalon ott látható egy víz alatti forgatás, a jobb oldalon egy első személyű forgatás. Tehát miután elkészült a film, ezt valaki felteszi a fejjel, és úgy fogja érezni, hogy az esetben ő simogatja a delfineket, és ő éli meg azt, amit az operatőr megélt. Ezt első személynek hívjuk, vagy más szóval szubjektív nézőpontnak. Ez a látszólag nagyon egyszerű technológia, ennek ellenére rengeteg különböző kamera konfigurációt használ, nagyon sok minikamerát, nagyon sok speciális optikát. A végén mindig van egy rengeteg utómunkából álló történet és egy szuper nagy felbontású anyag, amit a felhasználó igényei szerint fogunk utána kivetíteni vagy felhasználni. Ennek egy sajátságos műfaja, amikor ezt mindezt élőben tesszük, tehát az élő adásnak mint a tévéadásnak a kiterjesztése, hogy egy olyan kamerát használunk, ahol egyszerre a néző maga körülnézhet. Erre látunk itt egy példát, egy autóból történő élőadás. Itt már nem használhatjuk a nagy és bonyolult kamerákat, amivel több hetet kell utána dolgozni, hanem olyan megoldásra van szükségünk, ami kicsi és kompakt, lehetőleg itt egy-két ilyen kamerát mutatunk, egy vagy két lencsés, és ezt mondjuk maximum 4K-s felbontásban élőben tudjuk eljuttatni egy mobiltelefonra. A végélmény a néző számára, minthogyha ő bennülne ebben a Porsche-ban, tehát miközben az autó versenyző száguld vele, én meg tudom nézni, hogy ő mit lát belülről, ki van mögötte, ki van előtte. Ez ilyen módon gyakorlatilag a távjelenlétnek egy formája, nyilván minimális késleltetésekkel foglalkozni kell, tehát műteni így nem lehet, mert ugye a késleltetés miatt a Holdról nem látnám pontosan, hogy mi történik, de az ilyen jellegű szórakoztatóipari alkalmazásokban ez egy nagyon gyakori megoldás. A virtuális valóság okos telefonon tulajdonképpen az, amiről ma erről érdemes beszélni. Tehát ezek a drága monitorok attól drágák, hogy nagyon nagy felbontásuk van, mert nagyon közel kell a szememhez tartani. Ma egy átlag okos telefon felbontása olyan, hogy ha az orrom elé tartom, akkor nem a pixeleket látom, hanem a képet látom. De mindezt egy nagyon erős dioptria optikával kell megoldani, tehát 20-30-as optikákról beszélünk, ami lehetővé teszi azt, hogy ezt a képet én érzékeljem. De az okos telefon az, amiben ez a megnövekedett processzor teljesítmény és sávszélesség ma eljuttathatja bárkinek a zsebébe a virtuális valóságot.
Ezért ezek a 360 tartalmak elérhetővé válnak mindenki számára, ami előtérbe helyezi a kreativitást és az alkotást. Tehát ma olyan eszközökről beszélünk, amik olcsók és elérhetők, és ezért pontosan ez az, ami megnyitja például a fiatalok számára, hogy újfajta kísérletezésekbe kezdjenek. A MultiView technológia ennek a gondolatnak a továbbvitele, igazából csak arról van szó, hogy ha egyetlen kamerát elhelyezhetek mondjuk a kedvenc rockstárom mellett a színpadon, akkor miért ne helyezhetnék el többet, és miért ne engedném meg a rendező helyett, az adás rendező helyett, hogy a néző döntse el, hogy melyiket használja. Elképzelhető az, dolgoztunk olyan helyen, ahol 9 darab 360 fokos kamera volt a színpadon, és a néző eldöntheti, hogy én most innen szeretném nézni a dob mellől, vagy stb. Tehát ez a fajta nézői szabadság, a broadcast és a műsorszólás egy következő része. Fontos, hogy keveredik a kettő, tehát itt a két példa az az, amikor több darab 360 fokos, tehát szférikus kamerát mutatunk, vagy pedig keverünk hagyományosan szépen felvett képeket, és azokat is elérhetővé tesszük a néző számára. Beszéltünk a 3D modellezésről, nagyon sokszor azért a 3D modellezés legnagyobb előnye, hogy abban szabadon lehet sétálni. Tehát egy videóban a fejem rögzített, és én egy kis kocsin megyek végig azon a képen, amit helyettem felvettek. Eldöntöm, hogy jobbra-balra megyek, de nem tudok átmenni a következő cellában. Van azonban mód arra, hogy ezeket a 360 fokos felvételeket háromdimenziós modellek kialakítsuk. Egyszerű szavakkal úgy van szó, mint a jobb és a bal szemünk két különböző nézőpontból nézi ugyanazt a világot, ezt parallaxisnak hívják, és ha én mozgok, akkor ugyanazt a pontot nézve meg tudom állapítani, hogy melyik milyen messzi van, tehát hogy a 3D távolsága milyen. Ezt felépítve itt egy példát mutatunk, a Budai Várban végig toltunk egy ilyen kamerát, végig sétáltunk valójában, és utána felépítjük, ezt úgynevezett point cloud, tehát képpöttyök reprezentációnak hívják, magyar szó nem igazán van rá találó, de ezek után ebben a térben én szabadon sétálhatok, és oda mehetek a falhoz, oda mehetek az utca végére, annak ellenére, hogy a kamera mindezt nem tette. Ahogy említettem, ehhez a forradalomhoz nagyon fontos, hogy ne csak nézzek és bámuljak, hanem a számítógépek érzékeljék azt, hogy mit csinálok, és ennek megfelelően változtatják. Ezeket az úgynevezett 3D-s mozgáskövető érzékelőkkel szoktuk megoldani, tehát változik a nézőpontom, ha arrébb megyek és ha elfordulok, de számos más fizikai visszajelzésre is szükségem van a virtuális térben, ha hozzányúlok valamihez, akkor valami erőhatásnak kell megjelennie. És a tudatalatti mérhető reakciók egy fontos fogalom, tehát az, hogy a szervezetem hogyan reagál, félek-e például, ezt mi digitális adrenalinnak hívjuk. Később említem egy-két példában mondjuk a fóbia kezelésnél, ha érzem, hogy fél az ember biofeedbackkel, akkor megváltoztatom, hogy mennyire gyors az esemény. A digitális adrenalin lényegében csak annyit jelent, hogy egy játékban lehetőségem van arra, hogy ne egy nehézségi szintre, hanem egy félelem szintre iratkozzak fel, ezáltal maximalizálva az élményt. Tehát, hogy hogyan éli meg a felhasználó azt, amit mi szépen létrehoztunk, az egyik része a virtuális valóság szemüveg, a másik, amiről már beszéltünk, a másik a panorámikus vetítés, ami itt jobb oldalon látható. Tehát a képnek egy-egy szeletét egy kockában vagy 5-6 oldalon megvetítve őt középre helyezzük. És a harmadik megoldás, hogy egy mobil alkalmazáson egyszerűen letölt egy alkalmazás, és csak körbefordul, vagy csak körben nézelődik, és eldönti, hogy mi az, amit őt legjobban érdekli. Néhány szót a virtuális emberekről, miért fontosak virtuális emberek? Elsősorban azért, mert különben nélkülük a világ üres és értelmetlen. A virtuális térben is szociális interakció vágynak az emberek, a játékokban nyilván ennek egyfajta világa megvalósul. Itt két példát mutatunk, virtuális embert építeni, ez önmagam mondjuk 15 évvel ezelőtt, tehát a technológia nem a mai, hanem nagyon régi. Hosszú és bonyolult folyamat, hogy hogyan építünk meg egy embert, aki utána film szinten megállja a helyét és úgy néz ki, mint egy igazi ember. Az egyszerűbb módja az mindenképp az, hogy valamiféle fotografikus úton lemásolunk egy igazi arcot, és ezt tesszük interaktívvá, ez látható a bal oldalon. Ennek a legfontosabb része, amit mi érzelmi modulációnak hívunk, tehát hogy a közönséggel valami érzelmi kapcsolatot tudjon kifejleszteni. Elsősorban pozitív érzelmet csatol ahhoz, amit éppen prezentálok, és ebben nagyon fontos a szemkontaktus. Tehát a videokonferenciás előadás a szemkontaktus hiánya miatt nem működik pontosan. Kislányomnak vagy kisfiamnak a szemébe nézek, és megmondom neki, hogy ez most jó volt, egy rossz volt. Ez a tanulási jel az, amit egy virtuális embernek produkálnia kell tudni. Valóságban ez a hölgy például, hogyha sokáig integetnek valaki, és felhívja a figyelmét rá, akkor sikerül elérnem, hogy rám nézzen, és ennek óriási ereje van, mérhető ereje van a szervezetemben. Tehát hol használhatjuk az augmentált valóság, a kiterjesztett valóság és a virtuális valóság lehetőségét? A rövid válasz arról, hogy a gyakorlati élet minden területén,
Erre fogok most néhány példát mutatni, amivel gyakran találkozhatnak önök is. Az első, ami ezek közül értelemszerűen a 360 fokos koncertek és klippek, az előbb említett példában ott állhatok a színpadon a zenész mellett, ahol egyébként senki nem lehetne, és ez egy nagyon népszerű és már évek óta zajló alkalmazás terület. Itt egy példát mutatunk egy videoklipből, amit valahol felvettünk. Egy másik fontos terület, ami ugyanez, hogy megmutatunk egy teret, ahova nem lehet elmenni. Például egy hotelbe, ahol készítünk egy interaktív túrát, de nem panoráma fotókat, ami unalmas, hanem az életet mutatjuk meg. Az élet az nem abból áll, hogy ez egy gyönyörű hely, az például ott egy víz alatti lakosztály, ahol beülök a kádba és habfürdőt veszek, miközben ezek a hatalmas cápák úszkálnak előttem, vagy lecsúszok egy speciális csúszdán, és azt élem meg, hogy milyen lenne, ha én csúsznék le. Ezek után nyilván el szeretnék menni. Tehát gyakorlatilag ez most ingatlan bemutatásnak is lehetne hívni, csak nagyobb-nagyobb skálán. Itt például megmutatjuk azt, hogy hogyan néz ki egy ilyen film, ami a virtuális valóságban jellemzően vagy izgalmas, vagy pedig nagyon lassú, relaxációs, váltakozó jelenetek serege. Fel tudok ülni egy repülőgépre, ez egy elektromos repülőgép egyébként, az egyik első a világon, és ezzel ugye el tudom érni azt, hogy úgy érezzem, hogy repülök, vagy pedig el tudom érni azt, hogy relaxálok egy csodálatos kádba, egy csodálatos hotelben. Ennek egy variáció, amikor ezt interakcióval bővítem, tehát nem csak sétálni tudok, hanem az ott lévő elemekről megtudok mindenféle információt, ez a virtuális múzeum látogatás. Egy kis robotkamera végigmegy az egész helyszínen, a képekről, minden egyes képről, hogyha odaállok elé, amikor ránézem, megmondja, hogy ez melyik kép, ha rá akarok kattintani, akkor értelemszerűen még több információhoz jutok, és így segíti a tanulást, meg a visszaemlékezést, miután lehetővé teszi, hogy eljussak olyan helyekre, ahova egyébként nem tehetném, tehát például egy kis múzeumban valahol a világ másik sarkában. És ami nagyon fontos a virtuális valóság szempontjából, hogy a memóriánk térben rendeződik, tehát arra fogok emlékezni, hogy az a kép ott a sarok mellett a bejáratnál, így szoktuk leírni egymásnak egy családban a képeket. Tehát a tanulás struktúrájához illeszkedő, ahogy végigjártam a virtuális teret, emlékezni is fogok rá. Egy másik alkalmazás, ami szintén magától értetődik, az a 360 fokos filmművészet. A látszat ellenére ez nehezebb, mint gondolnánk. Ez egy legalább akkora forradalom, mint a fotográfiától eljutni a filmezésig. Egy teljesen új nyelvet kell kitalálni, a hagyományos frame koncepció nem úgy működik, és nagyon nehéz a kettőt keverni. Ez a példa Kardos Sándor Átváltozás című novellája, ami Kafka, Gregor Samka bogárra válik, és ezt végig megéljük egy novellában, azt hiszem többségünk olvasta. Itt egy szubjektív kamera végig Gregor Samsa szemszögéből éli meg a történetet, egyszerű szavakkal én vagyok a bogár. És 40 percig élem meg azt, hogy milyen érzés bogárnak lenni, és hogyan torzul a világ hozzám valósított viszonya. Az oktatás és az interakció kapcsán a mobiltelefon, mint augmentált valóság, az kiterjesztésé válik. Tehát az, hogy milyen világ jelenik meg előttem, az egy szubjektív történet. Ebben az esetben a kép, amit felismer a mobiltelefon, az egy gyönyörűen megrajzolt gyerekkönyv. Megjelenik az a szereplő viszont rajta, akivel játszani lehet a mobiltelefonon viselve. Ezt a gyerekek kiszínezhetik, és így a játékuk és a család részévé válik. Ez egy számomra nagyon kedves alkalmazás, mert ugye nem a hagyományos eszközöket mutatja, hanem az, hogy mit lehet még ezekkel csinálni. Az oktatás egy fontos része a virtuális robotok. Kevesen tudják, vagy beszélnek arról, de manapság vannak már ilyen oktató robotok, emberszerű robotok, értelmeszerűen nagyon drágák. Ezzel egy olyan rendszert is létre lehet hozni, ahol ezek az oktató robotok, a bal oldalon látszik az igazi robot, a jobb oldalon a virtuális verziója. A tanulásban és a figyelemben személyre szabottan tudják előadni a gyerekeknek azt, hogy mi a házi feladatuk, és ez számos ilyen alkalmazásban csodálatosan jó. Szükségtelen mondani, hogy a művészet egy olyan része, ahol rögtön elkezdtünk kísérletezni azokkal a lehetőségekkel, amiket ad. Ebben a konkrét példában a kiterjesztett valóság egy kiállítás képeit definiálja újra, lehetőséget ad a művésznek, hogy az alkotási folyamat kontextusát megváltoztassa, és még analóg módon is megáll, mint kiállítás, borozgatva és finomakat eszegetve közben, a virtuális kiterjesztése az egy új élményhez nyújtatja hozzá az embereket. És legutolsó példaként az interaktív kiállításokról szólnék. Ez egy teljesen virtuális változat, ami a NASA által jóváhagyott modellek alapján egy igazi holdsétára invitálja a nézőket, és felvehettem magamra a szemüveget, és ott sétálok az Apollo eredeti űrhajósaival, és ezáltal élem meg egy konkrét amerikai múzeumban, hogy milyen érzés lehetett a Holdon sétálni.
A virtuális valóság és a számítógépes grafika adta eszközök, tehát számunkra azt jelentik, hogy az egyetlen korlátunk a saját fantáziánk, és ez az, amiért ezzel ma érdemes itt Magyarországon foglalkozni. Köszönöm szépen a figyelmet! Benne van a jövőben itt tervemben, szeretném mindenképpen kipróbálni ezt a virtuális valóságot. A 13 éves unokám ilyen jellegű játékokkal játszik, és mikor először szólt, hogy figyeljek és nézzem, nem igazán értettem. Annyira nem vagyok képbe ezekkel a technológiákkal, de az a 360 fokos videó, ez nagyon tetszett. Megdöbbentő, hogy már múzeumokat is lehet látogatni, a világ bármely pontjára úgy el lehet jutni, hogy közben egy fillért nem költünk rá. Legyen ön is a Mindenki Akadémiája nézője. Várjuk a jelentkezéseket a közönség soraiba, és előadót is ajánlhatnak. A színpadon holnap Gergely András történész várja önöket egy különleges és rendhagyó Széchenyi emlékelőadással.